Kacsi leányok tyúkot ültetett, egy tyúk alá 36 tojást tettek. 36 tojásból csak egy kakas lett, az is kapa lett. Elszép Kacsi leányok, mi lesz veletek? Az éppen 10 éves fennállását ünneplő Szakcsi énekkar fellépése nyitotta az idei falunapot. Mint megtudtuk, a jól ismert, hagyományos népdalok mellett az egykori Szakcsi kántor tanító által összegyűjtött dalok is szerepelnek állandóan a repertoárban. Az énekart is működtető egyesület egyetlen letéteményese a településen a hagyományok ápolásának. Az énektől a kézi munkákon át a gasztronómiáig mindennel foglalkoznak. Récsei Gábor polgármester azt mondja, nagy baj lenne, ha nem lennének, vagy csak éppen takaréklángon működnének. Megpróbáltuk azért a helyben még fellehető egyesületeinket bevonni, így a közelmúltban szerepelt a Szakcsi Hagyományőrző Egyesület. Örülünk nekik, hogy léteznek, és azt kívánom nekik, hogy még sok évig ilyen örömöket szeressenek hasonló rendezvényeken. Az énekkar most is meghívta a pincei táncosokat, akik az önálló műsorszámok után a színpadról lejöve táncba hívták nem csak a Szakcsi vendéglátóikat, hanem a gyülekező közönség szereplésre hajlandóságot érző tagjait, és amolyan lakodalmas hangulat alakult ki már a kora délutáni órákban. A más tájakról érkezőknek bizonyára feltűnt a Szakcsi asszonyok fejdíszében a jellegzetes pille, amely a környező szomszédos településeken is jellemző a hölgyeknél. Ezt csak az asszonyok hordhatták, a lányok ugye nem hordtak, a lányok még se kontyot, se pillét nem hordtak, amíg lányok voltak, szofot hordtak, és muskátlit tűztek a hajukba. Tehát az asszonyok viselete ez a pille, de ezt is csak addig hordták, amíg az első gyerekük megszületett. Ha visszanéz a Szakcsi Hagyományozó Egyesület az elmúlt 10 évre, okkal lehetnek büszkék arra, amit a hagyomány ápolás széles területén elértek, az új generációkat is bevonva ebben. A hagyomány ápolóknak időközben, mint megtudtuk, házuk is lett Szakcson. Összegyűjtjük a hagyományos eszközöket, összegyűjtjük a hagyományokat, és hát azokat műveljük is igazából. Nekünk van egy egyesületi házunk is, ahol elég szépen fel vagyunk szerelve, és nagyon sok mindent a régi kézműves tevékenységből nagyon sok mindent művelünk. Az idei falunapon sor került egy Szakcsi egyetemista fellépésére is saját kis hazájában. Kuti Máté a Pécsi Tudományegyetem zeneművészeti együttesének, a Pécsi Brasszádnak oszlopos tagja, akit már középiskolás korában felfedeztek a tehetségkutatók, és már akkor bevették őt az említett zenekarba. A Zeneművészeti Intézetnek a hallgatóiból alakítottuk akkoriban 2013-ban, a 2013-as egyetemi napokra, és azóta ez a felállás ez létezik, és hát ilyen mostani popszámokat dolgozunk fel, amik mennek a rádióba, és részfúvósan. Azt gondolom, hogy a fúvószenének az igazi varázsát ők tudják visszaadni, és megfelelő módon képviselik is, hiszen a mai korban már minden szinte elektronikus zenéről szól. A részfúvós koncert végére már érdemes volt sertepertélni a kilátogatóknak a főzőverseny elkülönített helyszínén. Noha az állattenyésztés már nincs a csúcson, mint hajdanán volt Szakcson, ám a pörkölt, a vegyes pörkölt kategóriában továbbra is jó néhány, máshol is remeklő, ízig-vérig szakácsot ad a település. Darált paprikát használunk, amit ősszel elteszünk, lesózzuk, és akkor azt tesszük a hagymára alapba. Utána teszem rá még a rendes sportpaprikát, és akkor azzal egyet, ugye már pörkölt, kicsit kapja oda, már pörköltnek azért pörkölt, mert egy kicsit pörkölt legyen. És akkor utána megy le egy kis, ilyenkor nyári időszakban már állt a friss paprika, paradicsom. Ezzel összerottyantjuk, az az alap, és akkor úgy megy rá a húsi. Először a köröm, az egy kicsit rottyanik, utána megy rá a csülökhús, és végén a
lapocka. Ahogy nőtt a közönség létszáma, visszatért az ünnepi, benne persze a sokak bevonására alkalmas, igazi buli hangulat a Szakcsi falunapon 2019. júliusában.